Az ajándékok nagy része, amit a Jézuska hoz a Narusnak, az a csomagtartóban van elrejtve. Na, végre felment 130-ig a pulzusom. Most mit csinálunk? Most már dobosztolással folytatjuk. 140 lesz. Tudjátok, akik régebb óta itt vannak velem, hogy azért karácsonykor igyekszem tele dekorálni az egész házat. Sziasztok! A következő vlog messze folytatódik. Ugyanott folytatjuk az imént abba hagytam. Most pakoljuk ki a dolgokat, hogy össze tudom húzni a bőröndöt. Megmutatom a Narus ajándékait, amit ígértem nektek. És elő fogom venni a spenzben a dobozokat, meg a karácsonyi díszeket, hogy legalább egy kicsi időre teljes karácsonyi hangulatunk legyen Naruskával. Addig is kíváncsi vagyok egyébként, amíg szenvedek, írjátok meg kommentben, hogy ti mennyivel korábban szoktátok felkészíteni a házat, vagy mennyivel korábban kezdtek el karácsonyra készülni. Tavalytól mi ezt már elkezdtük egyébként itt december közepétől, de akkor is, mert mennünk kellett korán vissza Csíkszeredába 25-én hajnalban. Ez nem fog becsukodni. De előtte mindig 23-án elkezdtünk el díszíteni, viszont sokkal nyugodtabb volt a tavalyi karácsony azáltal, hogy ott már nem kellett a díszítéssel, meg a készülődéssel foglalkozni. Úgyhogy ezt megtartjuk hagyománynak, még akkor is, hogyha nem december elején kezdődik már teljes mértékben a készülődés. Szerintem ez most meg lesz. Na, ez a bőrönd kész. A könyv kimaradt. Az ajándékok nagy része, amit a Jézuska hoz a Narusnak, az a csomagtartóban van elrejtve, de itt is van kettő, amik már sokkal-sokkal korábban elkészültek. Most, hát szerintem egy hónapja, vagy 5 hete kb. A Sofival megnézték a Jégvarázs című filmet, és nagy jégvarázs őrületbe kezdtünk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban van egy ilyen tök jó kis 4-1-ben játék. De van puzzle, tud kockákat építeni, memória, amiben mindig elver mindenkit, illetve dominó is, azt még sose játszottunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog neki menni. Illetve egy igazán csajos ajándék, mert a többi, ami az autóban, azok is túlnyomó részben fejlesztő játékok egyébként. Hát nyilván ez is elzás, ez egy sminkkészlet, van hozzá hajpánt, körömlakok, szájfények, úgyhogy azt hiszem, hogy ha tippelnem kéne, akkor a Jézuskának ez a legeslegjobb ajándéka, mert is nagyon csajosban van a Naruskám. Ő gyűrűket hord, nyakláncokat, és imádja ilyen gyerekkörömlakkal kilapozni mindenfelénk járónak a körmét. Na de akkor hozom a bőrödet, és akkor mehetünk is. Ide el vannak rajta a csomagoló papírok, idén ilyen zöldes, arany és krémszínű lesz a csomagolása a Jézuska által hozott ajándékoknak. És van egy ilyen interaktív játék, ahol természetesen állatok köré van építve, és velük kapcsolatban lehet kérdésekre válaszolni, szavakat tanulni, és ezzel a répatollal, hogyha megnyomja a helyes választ, akkor sípol. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nagyon fog élvezni Narus. Illetve vettünk egy ilyet, amit a homlokunkra kell tenni, és akkor ki kell találnunk, hogy ki kicsoda. És az autóban mi nagyon sokat szoktunk ilyet játszani, ott állatokra szoktunk gondolni, és akkor kérdezünk folyamatosan, hogy milyen állatra gondolhatott a képen. Ezért volt felelős, és a Nara nagyon imádjuk, így ezért gondoltuk neki, hogy a Jézuskától ez tök jó kis ajándék lesz. És még valami, mert nagyon sok fiúval barátkozik, és rengeteg autójuk van. Neki nem volt, és mindig ezen ment a harc, ezért most kettő mancsőrjáratos kis pici járgányt kapul is, hogy neki is legyen, mert a meccseken szoktak ezzel játszani, és akkor mindig nézeteltérés van belőle, de most már lesz saját kell hátizsákjában. Úgyhogy ezek itt vannak már benne. A logisztikát a Sofira bízom, mert szereti ő magára intézni a dolgokat, hogy férjenek el. Ki is veszem a kulcsot. Nekem indulom is kell lassan tovább, úgyhogy kipakolom mindent, és utána intézi. A
A díszek már itt vannak, úgyhogy mennek ki az autóba, megnyugodhatok. Én gyorsan átöltözöm, mert az egyetlen feltöltődési lehetőségem az az, hogy heti 2-3-szor igyekszem elmenni edzeni, és most arra van időpontunk, úgyhogy gyorsan rohanok, és utána végre kezdődhet az igazi díszítés. Most már edzéshez is viselek okosórát, ami egyébként a hétköznapokban is jelentősen megkönnyíti a mindennapjaimat, főleg, hogy egyfolytában telefonálok, üzenetek jönnek, amiket itt látom, mint például most is. És ez az Armod márkájú okosóra, ez egy elérhető árutermék, az összes kiegészítőjével együtt. Egy pillanat alatt lecserélhető a szíja is. Én ugyan szeretem ezt a fém szíjat, de van hozzá szilikon, vannak hozzá bőrszíja, különböző színben, van fekete is, mert a Sofinak feketét rendeltem, illetve van ez a nylon, ami szintén sportoláshoz tökéletes. Nagyon sok előnye van, ami segíti a mindennapjainkat. Én kifejezetten azt szeretem benne, ugye, hogy Apple-re, Android telefonnal lehet párosítani. Van hozzá egy nagyon szuper alkalmazás, amit mindjárt megmutatok nektek közelebbről is, és mindent láthatok benne, az alapdolgokat is, a napi lépésszámtól elkezdve, pulzust mér, EKG-t mér, véroxigén szintet mér, az alvásotokról kaptok információt, 11-féle sportfunkcióval rendelkezik például, illetve ami nekem nagy előny, hogy Bluetooth-ra össze van kapcsolva a telefonommal, rengeteget vagyok egyedül, és sok tartalmat kell készítenem, videót, fotót, azt ennek a vezérlésével meg tudom tenni. Be tudtam állítani az alkalmazásban, hogy milyen applikációknak az üzenetét szeretném megkapni. Én például a WhatsAppot állítottam csak be, illetve az e-maileket, de ettől függetlenül Facebook, Instagram, mindent be tudtok rajta állítani, és egy nagyon átlátható kis applikáció tartozik hozzá, ami ugye ott tárolja és az adatokat, tehát hogy meg tudjátok utána nézni, hogy adott esetben az elmúlt hetetek az milyen volt alvás tekintetében, mozgás tekintetében, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet, és hát nem utolsó sorban karácsonyi ajándéknak is tökéletes választás. Ráadásul most egy kuponkódot is tudok nektek ehhez adni, de majd a leírásba is beteszem. Ez a Tücsi 15 kód, amivel 15% kedvezményetek van egészen december 18-áig, úgyhogy aki ezt a falrászánja esetleg meglepetésként, akkor érdemes kihasználni ezt a lehetőséget. Így néz ki az alkalmazásnak az első oldala, és akkor itt, ugye amikor regisztráltok, akkor beírjátok nyilván a nemeteket, súlyotokat, magasságotokat, mikor születtetek, és akkor ez nyilván alapinformációt szolgáltat. Itt nekem rögtön látszanak a mozgási adatok, hány lépést tettem meg, hány kalóriát égettem, nyilván még itt edzés előtt, úgyhogy még nem annyira sok, viszont elég sok lépést megtettem ahhoz képest, hogy csak itthon rohangáltam föl le a lépcsőn. Az utolsó pulzusom az 81 volt, a vérnyomásom 137/81, tehát szinte tök jó. És akkor itt van a sportfokozat, ezen belül meg tudjátok nézni a különböző típusokat. A futáson belül is találtok szabadtérit, illetve beltéri futást is. Van séta, kerékpár, ezen túl vannak benne egyébként még jógához kapcsolható edzésprogramok, akár van ellipszis tréner, ugrálókötél. És akkor itt maga az eszköz itt van, látszik, hogy csatlakoztatva van, és akkor nálam ugye be van jelölve, hogy bejövő hívástról szeretnék értesítést kapni, SMS-ről szeretnék értesítést kapni, és alatta van ez az alkalmazás értesítés, amit én mondtam nektek, és akkor itt a különböző applikációkat láthatjátok, amikor ki tudjátok pipálni nektek, mi az, ami belefér, hogy a telefonotokon is rezegjen. Bluetooth hívás van rajta, úgyhogy nagyon sok minden segítség van. Nekem van, ami még az egyik nagy kedvencem, ez az igyak elég folyadékot emlékeztető, és akkor én például beállítottam, hogy reggel 10 és este 9 között 60 percenként emlékeztessen engem arra, hogy igyak vizet, mert azért azt szerintem elég fontos, hogy fogyasszunk folyadékot, és én is néha annyit rohanok, hogy elfelejtem, de hogyha valaki így úgymond jó szándékkal cseszeget, akkor ezt nem fogom elfelejteni. És akkor itt láthatjátok ezt a fotózás módot, hogy ide adott esetben leteszem, nyilván megfordítom. És ugye én tudok úgy pózolni, vagy beszélni, hogy megnyomom, és elkészül a fotó. 500 féle számlap közül tudtok választani, mi az, amit itt szeretnétek látni, de nekem a kedvencem az, hogy nyilván saját fotóval ellátott számlapot is tudtok készíteni, úgyhogy nálam ez is nagy előny. Alig várom, hogy legyenek új családi karácsonyi képeink, és nekem tudja, hogy az fog egy ideig díszeregni itt rajta. Új hasad feszíted, magasan a fenét hátul. Közel a súly magadhoz, csípő meg, és jön a fel.
hátra, lassan hátra, erősebb húzol, újra a levegőt felfelé, az szépen lábközén, a súly lassan engedett, a csípőt billentett, és hajlítóba hozottan úgy közel engeded a súlyt magadhoz, forgat vissza lassan, szép. Erősebb húzás felfelé lehet a dinamikusabb, ez. Azaz. De most nagyon sok kalóriát égettem. Úgy futósra állítottam be. Nem éri a kalóriámat, és a pulzuson 77 végre. Akkor kellettem megnézni, amikor leszárok legközelebb, akkor nézzük meg. Igen. A dinamikus börgős barát kicsit. Ez az jó a tempó. 3, 2, és ez a vége. Negyven másodperc rontás nélkül. Minden lazán. 3, 2, megvan. Na, végre felment 130-ig a pulzusom. Most mit csinálunk? Most a dobosztolással folytatjuk. 140 lesz. Erősen tolod, új torkkal. A mélyre, ötöttől. Négy ma. Főleg az én intenzív crossfit-es órák után szoktam megnézni a húzusomat. Mérek egy kis EKG-t, hogy jól vagyok-e. Kell egy kis idő, úgyhogy amiket elmeséltem már nektek otthon funkciók, amik a mindennapban segíthetnek edzés közben, hogyha 96. Jó, minden rendben. A véroxigén szintemet is meg tudom mérni, tegnap este mértem utána, akkor 99% volt, nem hiszem, hogy azóta sokat romlott. Az alapvető funkciókon kívül sportolást is nagyon-nagyon sok mindenre tudjátok használni. Be tudjátok állítani a különböző sporttípusokat, varrat a gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrálókötél, tollaslabda, kosárlabda, futball, futás bent, jóga, szabadmozgás és elixis tréner, úgyhogy nagyjából mindegyikhez tudtok társítani plusz mozgásokat, amik ebbe beleférnek, és akkor ezt nyomon tudjátok követni az applikációban is, amit otthon már megmutattam nektek. Szia! Szia! Melyikben? Szerintem mehetek ebbe? Természetesen. Edzés után sokszor úgy szoktam kérni az időpontokat, hogy bejövök ide a fájdalomambulanciára, ami éppen az edzőteremtől 3 másodpercen, hogy feljövök ugyanabban az épületben, és infúziópárba szoktam befeküdni, hogy feltöltsem a szervezetemet, de ezt úgy csináltuk, hogy először volt egy vérvételem, és akkor abból megállapítottuk, hogy mire van szüksége a szervezetemnek. 3 különböző csomag közül lehet választani, vagy 3 különböző kezelés közül lehet választani. Én most az energy kezelést fogom kapni, hogy ebben a téli, karácsonyi, rohanós időszakban egy picit feltöltse a raktárkészleteimet. Viszont a tűt én sem bírom egyáltalán, pedig nagyon jó vénáim vannak, úgyhogy addig elköszönök, és amikor majd itt relaxálok, akkor újra jelentkezünk. Minden oké? Okay. Jól vagyok, ilyenkor már jól vagyok. Egyébként nagyjából semmit nem lehet érezni egy apró szúráson kívül. Most 50-60 perc, amíg lefolyik, és nagyon szuper hidromasszázs ágyakon lehet feküdni. Annyi van, hogy én folyton telefonálni és dolgozni szoktam közben, úgyhogy nem tudom bekapcsolni, mert egyébként hangos, de mindjárt megmutatom nektek. Így. Úgy ki fogom dobálni a karácsonyi díszeket otthon a dobozokba, hogy csak na. Tudjátok, mint az ilyen videókból, hogy így dobok egy gömböt, és egyszer csak így
az egész lakás díszbe borul, annyira fel vagyok töltődve. Na jó, ez nem igaz, ráadásul sietnünk is kell, mert egy órán van minden a projektre, hogy elkezdjem, de ott mindenképpen megmutatom nektek, hogy mi fog kikerülni a házba. Viszont érdemes ezt az infúziót kipróbálni, mert tényleg én, aki gyűlöli a tűszórást, egy pici apró szúrás, és utána azt érzem egy hétig, hogy új-út energiával tudom intézni a dolgaimat, úgyhogy érdemes. Na, gyertek velem! A legegyszerűbb karácsonyi díszítéssel kezdem, ugyanis feldobom a párnákat, szó szerint. És akkor a másik sarokba jöhetnek ezek. Kedvenc szarvasos. Sofi ugyan elvitte a karácsonyfa díszeket, de az egyéb dekorációs szükséges dolgok itt vannak. De most nincs már túl sok időm, még egy 20 percem van, úgyhogy szerintem a komódot, ami egyébként nemrég lett kész, azt most picit átöltöztetem karácsonyi ünnepi gúnyába. A komód dekorációját fogom most megcsinálni, de olyan tippeket adok nektek, ami tényleg ilyen pár filléres dolog, kicsit ötletes, de nagyon szépen néz ki. A gyertyákra lakozom az egészet, illetve ahogy látjátok is a nyakamban az égősorokra. Van egy ilyen kis fa tárolom, ez nagyon régóta megvan. Ebbe teszek három teljesen egyszerű gyertyát, és akkor beledobom mellé ezt az égőt. Kicsit ide. Gyertyák köré is kerül belőle, elrejtem ide magát az elemtárolót. És ugye messziről majd csak annyi fog látszani, hogy nagyon szépen világít. A következő szintén hasonló lesz, amit oda képzeltem el. Van egy ilyen, van egy ilyen nagyon egyszerű, ez egy fekete gyertya alátét, és akkor erre szintén gyertyákat helyezek. És vannak ilyen masnéim, karácsonyi masnik. Talán ez megy jobban hozzá, és akkor ezekkel nagyon egyszerűen átkötözöm. Ezt meg is adja neki a karácsonyi hangulatot. Úgy. És mellé azt terveztem, mindig szoktam venni, látjátok, fenyőágakat, vázába tenni, illetve pici dekorációs elemnek, és ide is az a tervem, hogy most nikötésben nem vagyok olyan expert, de mindig a végére azért jól sikerül. Csak lassan. Akkor emellé is teszek, csak kicsit kisebb. Ez ilyen drót világított, szintén amennyire tudom, hogy körbe tekergetem vele. És hogy erre fogok tenni. Faágakból csíptem már le fenyőt, és akkor ezzel eltakarom magát az elemtartót, és akkor csak a kis fenyőágokon át egy icipici hangulatfényt fogunk látni. Látjátok, ilyen ekkora darabok, és akkor szépen itt így kibélelem, picit így kilógatom, és ahogy esteledik, akkor nagyon szép hangulata lesz, legalábbis nagyon remélem. Ezeket tervezem faággal betenni vázába, és van az a nagy körvázám, azt készítettem elő, és milyen nézem, hogy talán szerintem ez fog hangulatában menni hozzá. Picit ez belefér. Az a kérdés, hogy ez a kör, ez megtartja a faágokat, abban nem vagyok biztos. Ebből is elrejtettem nektek egy kis karácsonyi meglepetést, ebből geometriai formák voltak, amikor most elkészült az a sarok, és most ezt is kicseréltem
karácsonyi képre. Nagyon egyszerű egyébként, én például most interneten vettem karácsonyi képeket, azokat töltöttem le és nyomtattam ki. Szintén pár ezer forintból rengeteg képet tudtok ti is kapni, de szerintem ez így nagyjából megáll. Úgy néz ki, már rögtön porciózással kezdem, és nézzétek! Tadám! Szerintem nagyon kis cuki. És van még egy ilyenem, ezt megpróbálom rá akasztani majd a sarkára, az volt a terve, nem tudom, hogy fog kinézni. De szerintem jó. És a gyertyatartók, amik ott voltak, azt megtartom, csak talán a zöld az jobban fog menni ehhez. És hát a hóspré, tehát nálunk Kevin és hóspré nélkül nincs karácsony, természetesen az is fog mindjárt faágakra kerülni. Ezeket kicseréljük. Hát a zöldhöz, a faágakhoz mégiscsak jobb a zöld. Így. Aztán ezt felteszem, és megnézem, hogy még kell esetleg valami. A hósfény az mindenképpen. Éppen, hogy csak. Imádom. Imádom. Na, oda viszem őket, és nézzük meg, hogy festenek ezek így egyben. Ezt a nagy vázat gondoltam a másik sarokba. Fel kéne bővészkednem a képet, és akkor meglátjuk, hogy még mi hiányzik innen. Tadám! Na, most meglátjuk, hogy fel tudom-e tenni a szélére ezt a kis lelógó faágat. Egyébként ezeket meg az összes dekort, ami ilyen kis cuki, azt Timitől szoktam a Laura Virágból beszerezni. Olyan gyönyörű dolgokat csinál. Ezt most leszedtem róla. De betesszük a mosni alá. Kérdés, hogy ez itt megáll. Megáll, vagy nem áll meg? Megáll, de emiatt elferdült a kép. Így áttesszük a másik oldalra. Jó! Így, hogy a legszélre csúsztattam el, még így is egy picit felde. Úgyhogy jöhetnének ötletek, hogy szerintetek ezt mivel ellensúlyozzam ki. Én is fogok rajta gondolkodni, de nagyon vékony ez a képkeret, úgyhogy valami olyasmi kéne a hátuljára, vagy ide a másik oldalra, ami talán ezt így valahogy picit tompítja, mert elég felde maradt, és akkor most jön a két dísz, amit készítettem. Ezt gondoltam a kép alá. Ez nagyon idegesítő. De nem tudom már jobban elcsúsztatni. Itt fogom, és akkor kitámasztom úgy egyenes. Mindegy, meg fogom ezt is oldani. Lekapcsolom nektek a lámpát, és akkor látjátok, hogy talán visszajön az, amit mondtam nektek, hogy egy ilyen nagyon jó kis hangulatfényt ad. Ezt így elé teszem, picit elcsúsztatva. Vannak ilyen cuki kis autóink, ilyen karácsonyi hangulatú fásak, abból van néhány, azt mindjárt megkeresem az egyiket, és szerintem az még ott elférne. Most első körben ezt találtam, de még van benne tavalyról elem, úgyhogy ez is világít. Most már csak a képkeret sorsát kéne valahogy kitalálnom, és akkor szerintem egész jó lenne, más már ide nem tennék, mert ez nekem picit ilyen letisztultabb ez a sorok. Tudjátok, akik régebb óta itt vannak velem, hogy azért karácsonykor igyekszem tele dekorálni az egész házat, de ide valahogy nekem több minden már nem hiányzik. A képet megoldjuk, és akkor szuper is lesz. Megmutatom nektek, hogy milyen sötét, nem? Még van fél órám, hogy odaérjek a Narusért, úgyhogy gyorsan beteszem még a délutáni barátokkal a Mikulás ünnepségre az ajándékait ezekbe a zsákokba, és gyors tusadást és rohanok is érte. Alig várom, hogy elmesélj, hogy az óvodában milyen volt, amikor mindig tavaly besettenkedtem a Mikulás ünnepségre, kíváncsi voltam, hogy milyen cuki volt, akkor találkozott életében először a Mikulással.
De hátsónak akkor sem volt megszeptembe, úgyhogy talán ez ma is így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy elkezdtétek velünk a káoszos karácsonyunkat, illetve a díszítésünket. A következő részben már meg fogom nektek mutatni, hogy az egész házat feldekorálom, úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla, és lájkoljátok, hogyha tetszett a videó. Legyen szép napotok! Sziasztok!